Na, sziasztok, srácok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Hello, 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 hello! Na, kérem szépen, itt vagyunk a következő Legyen Ön is Minimumos videósorozatunk következő részében. Ez már ugye a harmadik része neki. Ugye az előző kettőben ugye a régebbi 4.1-es változatot használtuk ugye két részben. Ha még nem láttátok, akkor nézzétek meg, mert baromi jó lett. Baromi jó anyag lett. És most a maiban újra elővettük az újabbik Legyen is Milliómos fajtát. És természetesen nem vagyok egyedül, hiszen itt van velem a sajtos Tiborcoska. Hello, sziasztok! Itt van még velem a Michael Roxy Jackson. Hello, hello, üdvözlöm. Hello, hello. És itt van még... Michael Roxy Jackson channel. És itt van még a Michael Cost koronázatlan királya Misoti. Nálom a medence sontodat, sziasztok! No! És kérem szépen ugye... meghívtam körömbe ide mind a háromjukat, és hát nem mehetünk el szó nélkül, szabályok nélkül, ugyanis kötöttem a sajtos Tiborcoskával egy üzletet, hogy amit nehogy már én mondjak el, hanem ő adta az hanem a Tibinek adnám át a szót, mert hiszen ő konferálta föl a szabályt, amit először nekem elmondott, de a többieknek is, meg a nézőknek is elmondjuk. Úgyhogy kérem szépen, Tibikém, kóstoljunk bele a szabályokba, hogy milyen szabályokat vélhetünk felfedezni a Legyen Ön is Minimumos terében. Köszönöm a szót, Mr. Hegyvágó. Hát először is azt a szabályt találtuk itt ketten ki, hogy megvan a három alapsegítség, és lesz még plusz két segítség, amikor is majd két ember majd néma üzemmódban marad, és mikor majd mondja, aki játszik, majd szeretne kérni egy segítséget, még majd az utolsó két segítség az a végére kell maradnia, a két utolsó segítség az lehet, aki majd, akit mögké, hogy oldja fel magát a némításáról, és akkor elmondja a kérdést még egyszer, és akkor utána keres az internetet, és akkor meg nézi, hogy mit talál. És ez kétszeri alkalom lehet, az egyik alkalom az egyik szólalhat fel, a másik alkalom meg a másik illető szólalhat meg. És akkor így, akkor még plusz két, öt segítség először az adott játékosnak majd. Igen. És ez... a másik, hogy amikor már lejátszunk egy kört, abból is összek verziók, hogyha 100 000-ig nem jut el valaki, akkor 3 életed lesz. Ha 100 és 1,5 millió között bukod el, akkor játszottál egy menetet, akkor játszhatsz még egyszer. De a másfél meg a 40 millió között vagy, akkor csak egyszer játszhatsz. Aha. És majd még a játéknak, akkor majd aki játszott, azt kéri fel majd a következőt, hogy játszom majd vele. Persze majd a Mr. Matthew Vág úr meg majd majd irányít, hogyha miért, ha mondjuk nem lesz a izé. Ez műsorvezető úr! Ez pontosan így van. Ezt találtam, aki kicsit ez bonyolultak hangzik, amit hallottatok, de... ezt így tudom nektek átadni. Aha. Bizony. Ezt támogatni fogják, és akkor... Na hát, feltártuk a szabályzatot. Úgyhogy én szerintem akkor föl is osztjuk a játékosokat. Tehát, hogy elmondom, hogy ki lesz az a játékos. Úgyhogy akivel most kezdeni fogjuk,
az most Tibi lesz. Tehát a sajtos Tibi fogja kezdeni. Kezdeni a menetet. Aha. Menetet. Bizony, bizony. Úgyhogy az így, úgyhogy bizony, bizony. Kezdjük is el. Addig is nézzétek meg az intrómat. Na és már itt is vagyunk, és hát kérem szépen, most sajtos Tibi itt van, itthon, itt van, impollám. Most azért vettem le a játékhangból egy kicsit, mert nem akarom, hogy a fülem az így szétmenjen. Úgyhogy bele is vághatunk. Kezdhetjük, ha jó. Látja, Mr. Vágó meg. Jó, akkor azt kívánom neked, hogy legyél te is milliómos. Nézzük, az első kérdés 5000 forintért jön. Jön, akkor jön. A szólás szerint mit csinál az, akit nem lehet eltéríteni feltett szándékától? Nem enged a 65-ből, 81-ből, 48-ból, vagy 123-ból? Már ez egy fogós kérdés! Hát én most nem akarok izét mondani, de most a kétpáncszer most várakozzon. Egy gyors telefont szerintem ejtsük. Egy gyors telefont rögtön? Hát most az elsőnek használj, mert ez tehát a kérdés, ezt most rögtön. Tehát a telefonos segítséget kéred? Telefonosra kezdjük, így van. Jó, akkor telefonos rögtön. Igen, ezt akkor nézzük. Megfogott ez a kérdés. Jó. Azt mondja, hogy a C. De nem vagy benne, hát nem lehet benne 100%-ig biztos. Én elfogadom. Elfogadj. Tehát akkor a C. Jöhet a C. Jó, megelőjük a C-t. Yeah. És bizony igen, úgy mondja, hogy nem enged a 48-ból. 5000 forint már megvan. Második kérdés 10000-ért következik. Hogy nevezik a kókuszdió folyékony belsejét? Ez a kókusztej. A kókuszecet, a kókuszlikör, vagy a kókuszolaj? Hú, most az A meg a D között van szijállott, mert ha jól tudom, általában a kókusz... Az, hogy kókuszlikör, meg kókuszecet, az biztos, hogy nem létezik az egyszer. Nem tudni. Hát most a két táncja, azon van, hogy jót röhögnek. Na most kókuszolaj, én azt nagyon, nem, nekem az nem nagyon ismerik, én jól tudom, általában van meg szerintem mindig a kókuszban, ami az általában mindig tej szokott lenni. Uh-huh. De most nem, az a most nem lehet elpazarolni második segítséget sem, mert az korajos elpazarolni. Tehát így azt mondtad, hogy a kókusztej meg a kókuszolaj között vagy. Hát lehet, de fog meg itt egy segítséget pazarolni. Mr. Vágó úr, Vágó Mettyú úr, felezzük meg, azt nézzük meg. Tehát felezzük meg. Így van, mert most vagyok. Jó, akkor megnézzük, hogy a számítógép melyik két rossz választ veszi el. Nézzük. Így! Akkor az áll, jó közelítettél. Kókuszecet és kókusztej. Kókuszecet az biztos, hogy nincs. Tehát akkor marad a kókusztej. Így van. Akkor megelőjük az át. És valóban a folyékony belseje a kókusztej. Bizony. Bizony. Ó, igen. Bizony. Nézzük, a harmadik kérdés következik 25000 forintért. Hogy milyen állat a süldő? Jó tojó baromfi, folyami hal, fiatal serpés, vagy ivartalanított kos?
Várj, ez ismerős az a név nekem, hát nagyon biztos, hogy nem lehet. Az mégis is szerintem árnyas is. A kosse lehet, az nem. A zserk. Szerintem jelöljük meg a B-t, mert szerintem ez egy ilyen halféleség már. Tehát halfajta a süldő. Tehát létezik ilyen, hogy süld, folyami hal a süldő? Sertés az nem az, a süldő az nem, a sertés nem lehet az. Marom, tehát folyami hal? Az a csibe. Elgább ez az én tippem, jelöljük meg a B-t. Tehát megjelöljük a B-t. Na igen, nézzük, hogy valóban-e a süldő az. Nem, fiatal sertés. Mert hogy... Van még két életem, tehát még ez egy... Még van két életed, az még jó. Így jó van, az. Beszéltünk. Na hát, nézzük kezd, akkor, kezdjük jön a... előről. Akkor kezdjük előről. Második. Te túl az aljam az állatverném, akkor körülbelül... Na nézzük egy, akkor. Egy első válom, kérdés az. Következik 5000 forintért. Mit önt a pohárba az, aki őszintén kezd beszélni? Erős pálinkát, tiszta vizet, zavaros bort, vagy édes sört? Hát mindig tiszta vizet öntünk a pohárba. Akkor akkor megerőjük a B-t. Így van. És akkor úgy mondják, hogy tiszta vizet önt a pohárba. Ez így is van. Így van. Második kérdés ezt következik 10.000 forintért. A gyalogosok zárt csoportja hol nem haladhat ütemes lépésben a kressz szerint? Az úttesten, a vasúti átjáron, az aluljáróban, vagy a hídon? Aha! Na várjál! Hát... Igazság szerint az első ízi az úttesten, de még erre még várjál még egy kis az úttesten. Az aluljáróban ott tudok ütemesben haladni, mert minden izé van. Igen. A hídon is, mert általában többségében most a mai szemet nézzük, a hídon már van izé. Most ott van annak egy gyalogos sávon is. Igen. Ott is lehet, hogy hát vasúti átjárónál ott is lehet ütemesen haladni. Arra kell figyelni, hogy a sorompó, ne csak... Felezzük meg! Felezzük meg! Jó, vágom, akkor... Vágom együnk, felezzük meg! Akkor megnézzük, hogy a számítógép melyik két rossz választ veszi el. Hű! Hát biztos nem vasúti átjáron mennének át, az szóci el. Hát akkor úttesten, akkor van az úttesten, mert így ott lehet közdeket. Hát van az úttesten. Hát akkor nézzük, akkor meg... Na nézzük, akkor megjelöljük az át. Áj! Hát az úttesten nem mehettek át. Hídon. A hídon nem haladnak át ütemesen. Akkor ez az utolsó körömmel, aztán azt sem össze, akkor következő. Na nézzük, akkor utolsó kör megy. Na nézzük. Hát eddig relatív játékosan van dolgunk. Nézzük, 5000 forint az első kérdés. Mi ér aranyat a mondás szerint? Debreceni fagy, májusi eső, júliusi kánikula, vagy szeptemberi szeldő? Májusi eső, B. Akkor megjelöljük a B-t. És bizony, így van. Így is van, májusi eső, aranyat ér. Második kérdés 10.000-ért jön most. Mi utazhatunk kajú ütbe ülve? Hűha, érdekes. Metrón, hajón, repülőn, vagy vonaton? Mi utazhatunk kajútben ülve. Tehát ha kajútben vagy, mivel utazzál? Hát most ez most... Szeretném kérni Viszonti urat! Tehát akkor már az első. Az első. Akkor kapcsoljuk Viszontit. És szeretném is itt kérni arra, hogy keressen nekem olyan, hogy kajütben ülve, hogy mit utazhat az, aki kajütben ülve. Nekem
hogyha kérek ki segítségem. Számítottam, hogy megkeresed a kérdésem, hogy a segítségemet, nem kérdésem, a segítséget. És már is rákerestem a kajutnek a szó jelentésére, ami azt jelenti, az első. Hajókabin egy hajóutasainak elszállására szolgáló helyiségek, fülkék, a másik pedig egy hajófülke, egy vitorlás vagy motoros nagyobb csónakon, kisebb hajón alkalmi, ott tartózkodásra való a hajótestül rendszerint kiemelkedő kisebb helyiség. Kajut ablakon, gyerekek, kajutben le lehet pihenni ágyra. Akkor Misi szerint akkor azt mondja, hogy a bélcajes válasz. Tehát azt mondja, hogy már nem szólok, már megadtam a segítséget. Akkor... Hát akkor én azt mondom, én megjelenném akkor a bét, mivel akkor elhangzol a szó. Jó. Tehát akkor megjelenjük a bét? Kérem a két tezeret. Megjelenjük a bét. Megjelenjük a bét? Igen. Jó, megjelenjük. És igen, valóban hajóval lehet megközelíteni. Kajütöt. Köszönöm szépen, viszont harmadik kérdés, meg kérem. 25 ezer forintért jön, hogy hová estek az istenek a nagy sikerű vígjáték címe szerint? Oh! Szerintem tudni fogod. Fejünkre tudod, fenekükre tudod, fejünkre tudod, orra tudod, talpra tudod. Hát a fejükre estek. Fejükre. Akkor megjelöljük a bét. És úgy szól, hogy istenek a fejükre estek. Nagyon jó. Negyedik kérdés következik 50 ezer forintért. Melyik amerikai elnök mondta? Én berlini vagyok? John F. Kennedy, Franklin Delano Roosevelt, Abraham Lincoln, vagy George Bush? Szeretném kérni a közönség segítségét. A közönséget. Ezt a kérdést. Na nézzük akkor, kérjük a közönséget, hogy tehát, hogy melyik amerikai elnök mondta azt, hogy én berlini vagyok. A. John F. Kennedy, B. Franklin Delano Roosevelt, C. Abraham Lincoln, vagy D. George Bush. Válasszanak egy gombot most. Aha! 55% mondja, akkor hogy John F. Kennedy, 16%-uk mondja az B-t és a D-t, és 13 a C. 3-mal kevesebb a kevesebb. Tehát akkor... Szeretném a D-t. És Tehát John F. Kennedy. Jó, akkor megjelöljük John F. Kennedy-t. És bizony, én Berlin nem vagyok, John F. Kennedy mondta. Ezt. Na nézzük, az első szakasz kérdés 100 000 forintért megy, hogyha jó válaszolsz. Na íme. Mivel ízesítik a gabonapálinkát, amikor gint készítenek belőle? Ez a ginszeg, a csipkebogyó, az ánizs, vagy a borókabogyó? Az álmat szirálok, én szerintem, nem tudom, Roxy, nézed a kérdéseket, hogy szeretnék hozzád is fordulni, elköpazolom az kicsigemet. Igen. Igen. Olyan bizonytalan, olyan kérdés van, hogy mivel ízesítik a gabona pálinkát, amikor gint készítenek. Ezt szeretném megkérdezni, hogy utána tudnál el nekem az interneten nézni. Na várjál! Mivel ízesítik a gabona pálinkát, amikor gint készítenek? Hát biztosan mehetek benne, hogy csipke vagy olyan, mert hát ugye a kedves nézők is tudhatják, hogy szeretem a csipke bogyot, úgyhogy az lesz. De el is nézték. Ilyen gyorsan utána nézte az internet. Roxy azt mondja, hogy a piret. Tehát azt mondja, hogy a csipkebogyó. Köszönöm, segítettem.
további szép délután! Szép hajtósz! Uhú, most nagyon megfogott ez a csipke, vagy jó, mi? Hogy elbasztam még egy kis segítséget! Hát, ha Roxy azt mondta, akkor jelöljük meg a béta. Ha nem az lesz, akkor, akkor viszont a közelem Roxy-val beszélgessen egy kicsit. Tehát akkor megjelölöd a bét. A bét. Akkor nézzük. Megjelöljük a bét. Nézzük. Csak szóval elbukom, akkor viszont így beszélgessen. Nem. Boróka bogyó. Tudod, hogy milyen, tudod, hogy hogy néz ki a boróka bogyó? Az ilyen fekete. Az ilyen fekete bogyó, amit, ami körülbelül hasonlít a borshoz, de közel sem olyan. Tehát közel sem olyan. Tehát közel sem olyan. Hát akkor köszöntöm a játékot, hát akkor... viszont akkor... sok szeretettel köszöntök én is most minden kedves nézőt a Matthews csatornáján, most a Mr. Vásárhelyi Máté úr csatornáján, Mr. Vágó úr. Most nekem adta át a lehetőség, most én leszek a Vágó Tibor. És szeretnék a Misivel játszani, mert mivel múltkor a Scar nem lett a videóanyagban, Misi abszolút jó játszott. Úgyhogy szeretném viszont... Ez nem igaz, ez nem igaz, ez nem igaz! De az úgy! Én szeretném önkéni az irányító urat, hogy indítsa el nekünk a játékot, hogyha készen állsz, Misikém. Jó, menjünk! Az Isten áldja meg! A kapályok azok ugyanazok maradt. Nyalom a herédet azt! De ha jutunk 40 milliók, akkor egy kört játszottunk csak, ami? Na akkor kérjük az irányító urat, hogy indítsa nekünk a játékot. És nézzük az első kérdést, egy szép 5000-esért. Mit mutat ki az, aki önkéntelenül elárulja alattomos szendékát vagy természetét? Füle vörösét, maga fehérjét, a haja feketéjét, a szeme kékjét. Önkéntelenül elárulja alattomos szándékát vagy természetét, mi az mit mutat ki? Várjál be, mit? Az biztos, hogy én mit mutat ki az önkéntelenül alattomos szándékát? Szülevörösét, fogafehérjét, haja feketéjét, szeme kékjét. Hát nem is a szőrös seggét, az biztos. Várjál, szóval nézzük pontosan. Hát én szerintem az A-t kizárom, a D-t kizárom, az A-t meg a B-t. C-t meg a B-t vacerálom. Én szerintem a más nem is tudom, hogy fog a felvéri. Szerintem hallottam valami ilyesmit, hogy fog a felvéri. Akkor szerintem. Szerintem. Akkor megkérjük az iránytólat, hogy megjelölheti, és el is fogadjuk. Szerintem. Csajom. És hát jó volt az Misikém, 5000 forintot már van a kezedben. Azt láttam a fejemet, gyerünk. A következő, hogy megvárjuk a 10000-es kérdés, hogy az mi lesz majd. Hogy hívták a rádió elődjének számító telefonos szolgáltatást? Rádió telefon, telefonhírmondó, telefonhíradó, telehírnök. Telehírnők. Nem, az akkor szép lányokat látták. Ne! Hogy hívták a rádió elődjének szolgáltatást? Látja Michael úr, és viszont én van is, meg én is álltok a kérdést. Várjál már. Várjál csak. Lehet, hogy elhasználom a telefont. Ha már a telefonról van szó. Ha segítsek, akkor szeretnék én a irányt tudod, hogy hívjál fel valakit fel. Ha már telefonról van szó. És akkor hallgatjuk, hogy telefonálunk, mit fog majd mondani. Kamény társaság mond, hogy hívták a rádió elegyenek számos telefonját. Számító, telefonos, szolgáltató. Én mondom, hogy a telefonálunk. Oké, köszönjük szépen, telefon.
telefonáló úr, viszont hallás. Na, telefonáló úr azt mondja, hogy a bék elődi meg. Akkor menjünk. Hát akkor a bék, akkor éljünk nyeri. Yes. És tépek meg. És ott 10 ezer forintot. Itt a következő 25 ezerért. Ó, de jó. Miért verset, vörös partra, táj az alábbiak közül. A. Ámondójához, B. A mérázókhoz, C. A mereng, kicsit ott a merengőhöz, D. A micsoda? Az ámondóhoz, hogy mit? Ja, ki ez írt vers? Ki ez írt? Verset vörös partra, Mihály. Négy a lábjak. Vörös. Várjál. Ezt nem tudtam. Kihez írt? Várjál. Álmodó. Van mája. Merengő. Ha már mereng a faszom, komolyan mondom, nem hiszem el. A biztos nem írt egy gyúf. Sini merket megy. Na hagyjon meg a mi fia, mi? Ez ilyen jó. Mereng. Nem. Álmodó. Tehát, hogy kihez írt verset, vörös partján. Kihez írt verset? Vers. Van még a felező, van a közönség, illetve van még az MC megnyújtó, hogy Mike Roxy. Kérhet segítséget, de a kedves legyen kérhet. Roxy! Kedves Roxy, tök szeretnénk kérni, hogy jelentkezzen. Igen. Egy eléggé forgatós kérdésben vagyunk, hogy ki ez így felsett vörösparti miáján az alapjából. Álmodóhoz, a mélához, a merengőhöz, vagy a tűnődőhöz, vagy tűnődőhöz, nem tudom ki. De utána kéne nézni, nem tudom, vagy valahol tudsz nézni, segíteni. Kérdés. Hát ezzel megfogtatok, de annyilag, de csak szólok állít. De... Ja. Úgy nyugodtan, hogy a fölészet az internetemben, de utána olvasott, elmondott, hogy találták. Szerintem a tűnődő volt az, ha jó, ha jó a sejtésem, kérem, ha tűnődő. Mondom, hogy nyugodtan utána nézhetsz, Foxy. Nyugodtan nézzünk utána, még van időnk. Ja. És is elgondolkozik. Tekeredik az agyam. Nekem pedig a fejem. De te kereshetsz neten, én meg nem. Na várja! A tűnődött a tió... Az József Attilához származik. Akkor legyen az, ha én azt mondom. Micsoda? Azt mondja, az álmodókhoz. Azt mondta, akkor rokszik. Aha. Háján, nem akarok most túlzásba esni. Várjál. Tidunk! Ami? Köszönöm, hogy segíthetem! Michael Oxford Jackson, kissza! Jaaa! Tűrődöd biztos, hogy nem, azt mondja Rox. Szíva az jó, hogy Matya, akkor marad az álmodozó. Mérához, hogy a mereng. Sokszor azt mondja, hogy az álmodó. Álmodozó. Jaj! Mert Rox... Lehet, hogy én az álmodozó sem élök. Szerintem. De... Te... 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 Te
Szerintem a D-t meg az A-t azt szerintem én kizárnám, mert biztos nem nyíthatott izéhöz. Az a baj, meg a C. Az a baj, Vörösmarty Miskában nem nagyon vagyok ez otthon, mert én nem egyszer nem tudom, hogy milyen versenyt. De biztos a címhöz tartozik. Valamelyik biztos. Ha... Mélázó, nekem az nem. A mélázó, nekem az nem. Nem. Szerintem akkor marad a C. Misi azt mondod, hogy C. Előhegyünk, és a C-t biztosra? Nem. Hát, most már... Várj! Várj! Ó, Misi, jó járt! Ügyes, Misi, 25 ezer! Hát persze! Hát persze! 25 ezer forint! Na nézzük a következő kérdést, ami arról hangzik, mi volt a neve annak a várnak, ahol Arthur király kerek asztala át a legenda szerint? Camelot? Az A? D a York, C az Aberdeen, D Avalon. Minek a, minek, mi volt a neve annak a várnak, ahol a király kerek asztala át a legenda szerint? Miért nem svéd asztal volt? Miért kerek asztal? Várjál. Na szóval. Jó, tehát mi volt a neve várnak? Arthur királynak kerek asztal át a legenda szerint. Várjál. Camelot, York, Aberdeen, Avalon. A York nem. Szerintem nem. York az nem. Ez az Avalon sem, szerintem. Ez olyan angolos. Érted, Tibi Gép? Ez olyan angolos, érted? Angolos. Hát a Berlin is így angolos, és az mi is a bóban van két város. Hát akkor A vagy a C lesz. Kettő közül valamelyik. Azt mondjuk is, hogy A meg a C. Úgyhogy nem kell nekem felezés most. Nem, nem. Gondolom. Hát van még, van közönség, van felezés, de még egy szóval segítségért. Nagyon az A-hoz tekintek. Nagyon szem ezek az A-val. Én szerintem, hogyha választani kell, akkor A. Én tippelek A. Kicsiket biztos nem szeretnék érni? Nem. Akkor meg nem kérek sajtos szendvicset. Igen! Akkor jelő egy hozzát, akkor nézzük. Szerintem azaz! Ó, Miske, ügyes! Viszont úr ügyet! Na, jön a szakasz kérdés 100 ezer! Zahantse! Zahantse! Milyen a ordinért ember? A. Állandóan sakodó, B. Túlságosan aktív, C. Manuan gondos, D. Szűklátó bűrű. Bornírt ember? Milyen bornírt ember? Azt hittem lustálkodó. Túlságos a maróan gúr, sziklát, várjál. Bornírt ember. Bor az benne van. Roxy! Bor az bor! Roxy már nem segíthet! Roxy nem segíthet! Matthew segíthet, vagy felező, vagy a közönség. Hát várjál, Matthew, most nem akarom itt szegényt. Irányít, meg minden, közben még itt gondolkozom, hogy keresem neten, az túl. És neked belefáradna már, ugrana az ágyban szegény. Egy hangolná az ágyban, Jami. Mit beszóltál? Parancsolsz? Na várj. Szeretnél segítséget kérni, vagy? Nem, erre gondolkozhatok! Köszönöm! Várjál!
ott szerintem kizárnám. Lényegében. Összetem a C-t is. Akkor aktív, akkor látok. B-mögötét. Túlságosan aktív, meg a szűk látók körül. Vaszerálok. Nem én lenne aktív. Túlságosan. Ordírt. Olyan hülye, izé, szavak vannak ebbe. Már titeket hibáztattak. Nem is az izé. Nem is a számítógépet. Olyan hülye. Kérdés ez az izé. Izé, Ordírt ember. Milyen? Most megint azt mondanám, hogy szemezek most így a D-vel. Nagyon gyönyörűsnek van a D. Hogyha azt mondanám. De... Szerintem minden igaz, nem tudom, de... Hát... Nézzük D! Akkor jelöljük, akkor kik a gép jelöljük a D-t, akkor biztos a D! Hát... Nem az a... Oh, és a 100 000 forint kicsikén! Hol a gamer PC? Hát még az még sehol nem reszelítem, azt mondja, hogy jelni még többet is tűnik. Na, 200 000 forintos kérdés következik. De a zöld, de a kékebbik. Nem köngedni, mert az csak a zene egy kicsit kiszériek. Ja, Alár Sonon, férfi főszereplője. A. Clint Eastwood, B. Kevin Costner, C. Tom Hanks, D. Eddie Murphy. Mi a fa? Alá! Hát Sorolon című filmnek ki a főszereplője. Clint Eastwood, Kevin Costner, Tom Hanks, Eddie Murphy. Férfi főszereplője. Azt keressük. Most én nem láttam a filmet igazából. Én azt sem tudom, mi az. Várja. Főszerep. Lehet, hogy nem ismerős, mert nem láttam. Akkor ilyen, azt mondtam, ha nem láttad Misikém, akkor majd meg kéne Matthew-hoz, ha segítsen egy kicsit neked gyorsan. Nem mondtam, hogy Matthew! Várjál, mi fejembe van! Már ez a mögállás érsz még korainak mondtam. Clint Eastwood, biztos. Kevin Costner, ugye a neve, bocsánat. Tibi! Ja, bocsánat. Szóval, gondolkozzunk. Tehát ad kizárom, azt mondom. Szerintem a Kevin is szerintem kizárom. Tehát Eddie Murphy meg a Tom Hanks vacerálok most. Eddie Murphy is az a baj, rengeteg filmben szerepel. Ismerek benne. Már jöttem. Ne puskázunk! Ne! Ne nincs puska! Aj, puskázunk! Mit izé? Azé! Kétős Isten! Azt hiszi, hogy puska. Annyit segítek, akiket kizártál, azokat... Azokat jól is lehetett, hogy kizártad, tehát van a C meg a CD! Ennyit tudok csak segíteni! Igen, berakom a merev lemezre a CD! Itt a Tom Hanks volt, hogy Eddie Murphy, azt mondta, nem, azt mondta, nem, most kikőteni, csak hogy melyik lehetett az. Csak ennyit segíthettem, többet nem segíthetek. A C vagy D. Ha el vagy bizonytalan, akkor mondok, kérhetsz segítséget, és van felező, a közönség, meg Mr. Menci Mettyú. Menci Mettyú. Hát figyelj. Sajtos vágó Tibor István. Igen. Várjál.
gyerek! Kölyögtem. Kölyögtem. Szóval. Figyelj, sajtos meg, vágó meg. Tökön szúrod magad már? Nem tökön szúrod. Figyelj! Ha Eddie Murphy nem is, akkor legyen a szét. Megjelölhetjük a szét biztosra? Tippelek megint. Akkor jelölhetjük. Na nézzük. Nem nekem az, nem olyan így is azt mondtam. Tom Hanks. Na ügyes vagy, mi segít? 2000 forint. Hoho. És van még 3 segítséged. 2, nem 3. 3, az mind 2. 2. 3. 2. Harmadik a Matthew. Jó van, de 2 akkor is. Na, ki nem arkangyal a Biblia szerint? A. Rafael, B. Ezékiel, C. Gabriel, D. Mihály! Mihály! Ott vagy! Ott van Mihály! De miért? Szórakozottuk a nevemmel komolyan. Na, akkor kezdjük a nyomozgatni, hogy ki nem arkangyal szerinted a Biblia szerint? Arkangyal? Hát... Várja... Hát figyelj... Szerintem a Gabriel az arkangyal. Szerintem. Meg szerintem a... Rafael. Rafael, vagy mi ez? Rafael? Rafael. Azt hittem, hogy Rafael. Várját. Engem miért tesznek bele a Bibliába, komolyan? Meg szerintem az Ezékiel, figyelj, azt szerintem valami magyar név lehet. Meg szerintem nincs benne a Bibliába. Azt mondod, hogy igen, az Ezékiel, hogy de lehet, hogy lesz a maguk tojás? Szerintem lehet, hogy egy magyar név, szerintem nincs benne a Bibliába. Szerintem... Hol a B felé hajlasz, Siké? B felé hajlok nagyon, mert az Ezékiel az ilyen... Valahol nagyon... Egy dolgot tudok segíteni, hogy legalábbis szenteket keresünk. Tehát te azt mondod, hogy a Mihály, Gábriel meg a Ráfael azok azt mondod, hogy... Én szerintem azt mondom, mert az Ezékiel az szerintem magyar nézve. Ezékiel... Na jó, hát az, én nekem is magyar nevem, nem tudom, ott vagyok a DNA, de ez én szerintem a B. A B legyen, biztos? Szerintem. Akkor jelöljük meg a B-t, azt mondod. Akkor jelöljük, akkor nézzük, akkor lehet szent Ezékiel, lehet nem. Így is van, hát szent Ezékiel, az nem az. De akkor én miért vagyok benne a Bibliában? Fenn a száj. Szerintem a szentekre gondoltak. Szent Gábriel meg Szent... Szent Tibi nincsen? Na, a következő 500 000-ért melyik testrész megbetegedése a... Glaukóma. Glaukóma. Na ez érdekes. A. Szem, B. Vese, C. Agy, D. Szív. Szem, vese, agy, szív. És glaukóma. Glaukóma. Én sem hallottam, hogy életemben szeszik, hogy glaukóma. Megint? Akkor miért tettem ezt a kérdést? Ezt a számítógép is igény. Még a vágó sajtos se tudja. Jézus. Hát a szív az a...
biztosan. Szerintem az agy is. Akkor azt mondod, hogy szem vagy mese. Vagy a szem, vagy a mese. Még gondolkozok. Ez a Misi gondolkozik, az első elfelejtettem mondani, de már Misi már átért a 100 000-es határt. Kettő életem alatt, tehát és tudod, kettőből egy kis kukos egyszer fogtuk. De viszont átért a másik miatt, akkor már csak egy lehetőség alatt így. De 40 milliót viszont, akkor az én van, akkor viszont. Na, hagyjuk gondolkozni, és visszatom a szót, gondolkozni. Tehát szem vagy mese? A vese, meg a vese kő lesz. Lehetséges, akkor azt mondod, a glaukóma az egy szembetegség? Szerintem szem. Ha már a vese kő, mert a vese kő. És azt mondja, meg is előheti a számítógép? Igen, igen. Akkor kinyerszél az átmegjel. Jelöljük azt a sajtust, azt a sajtust. Persze! Na nézd, 800 000 forintunk is, 800 000. Hogyha begyúlod a szemem, akkor pedig vész. Megvakulok, vagy mi? Zöld hájókon, zöld hájókon. Zöld hájók. Zöld hájók. Na néztem gyorsabban közben. Na, óó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 
Budapest Szépasszony völgy. Sopron A, Vilány B, Eger C, Tokaj D. Szépasszony völgy. Melyik városhoz tartozik? Boros viccéről mindenhatás. Várjál már, most komolyan! Hát várja. Sopron az nem lehet. A Villány sem. Mert... Nem nézném ki, mondta, hogyha... Várjál, nem hiszem. Nagyon segítem, ami hegy... Van, hát tudod, van hegyvidéke, és ott vannak ilyen völgyek. Hát a Duga is boros pincében van, de... Az is lehetséges, az is ilyen boros pince. Nem akarok túlzásba esni, nem akarok túlzásba esni, meg elszállni az agyamat, de most azért... De... Virályban is van Sambor, ez Soproni, izé is van, Egriborok is vannak, de minden négy helyen vannak most. Most az a kérdés, hogy a Szépasszony völgy melyik városhoz tartozik? Fújt a szél. Várjál. Tokaj vagy Eger? Hát de Eger is van azért. Van neki azért. Azt is lehet... Mert ugye az Egervár, ugye? Dobó kapitány! Na, nem vagy bizonytalanodva. Kérdőt vetjük. Nem kell. Vagy a számítógép, vagy a felezik. És a számítógép elfelezik neked, vagy a közönséget tudod még kérni. Várjál. Lehet, hogy nem tudsz. Szerintem jelöljük meg a cicit, vagyis a C. Cicit? Biztos? Igen. Akkor jelöljük meg a C-t, akkor ha... Igen, hát nem tudod. Gyerünk tovább, Miském, akkor jelent a másikkel millió. Oho! Na ezt az epikában... Rágurgulizálok. Kicsit lassú, igen. Megvárjuk. Igen, az zene szólt, na hát... Egy dolgot egyszerűen mondani, akkor nem mondom. De mondjad gyorsan! Azt szeretném elmondani, hogy ki volt a Beatles együttes első dobosa. Ringo Starr, az A. Zsiró. Sutelli fel az a B, Peter Beast C, és Richard Starkey az a D. Tehát első dobosát keres. Egyik olyan... A név az ismerős, a Big Plus. A szép kis átézeket én raktam bele a játékba, és én segítem egy...
hallott, persze már nem jön vissza. Na, várjál. Na, akkor kezdjük egy nyomulást, akkor szerintem még lehet. Richard Starkin. Még nem lehet! Előbb a D. Vagy nem. Úgy mondom, hogy a D az nem, biztos. A D-t kizárhatjuk a Richard Starkin biztos nem. Öleg szerintem. Nézzük akkor. Bette Beast, vagy... Sutelif? Csak tudom mondani, Sutelif. Sutelli, sus. Kár nem sus. Tehát a D az kizárt. Akkor van a Betemis, a Slush, meg a Likusztár. Figyelj, felezzük. Kérjük a számítógépnek a segítségét. Akkor kérjük, szeretnék a számítógépnek a segítségét. Jajjaj! Na, ez nagyon necces lesz. Első dobosa! Első dobosa! Ezek szerint a Ringo Starr meg az a izé, akkor azok biztos, hogy nem. Ez a Slushu defile vagy mi a böcsön, meg ez a petebes. Pete! Pete a nő! Jobb! Viszont talán, hogy ott a menjú, a különbség. Én egy addig kiszállási lehetőség, aki száll, csak egy kört egyszer játszhatsz még. Várjál, most melyik szinten vagyok amúgy? 9. kérdés, 10. kérdés még. És ennél a szakasznál csak kétszer vagy háromszor, most mi van? Kettő. Csak következő még egy, és hogy egyszer elhibázom, akkor basszam meg a... Ja, minden, nem. De hogyha... Nem, ott vagyok, közös, ott van még meg. Tudom neked segíteni még. Meg a gozós segít. Megyünk, és tud segíteni neked. Gozós segít. Most akkor van. Vétség is nek. Roxy már leszállt. Roxy már leszállt, az már aztán tudod meg. Gyere vissza! Nem lehet vissza Roxy, Matthew tud véget segíteni. Várjál. Hát figyelj! Én azt mondom neked, hogy ezt a Slushi defillet... Te be lehet, hogy arra rámegyek. Biztos? Igen. Biztos, hogy megkézni megyünk. Nem megyek rá a petékre, biztos. Petékre? Na és igen, ez másfél millió, tehát ezt nem tudom ki rámukni, akkor csak... Nem. Ezért van. Miért már jelent, miért vagy úr? Megkérdezném, Javi? Jó, rámegyek. Matthew, na. Akkor Matthew úr, szeretném megkérni. No. Kérdék, viszont én a keretjük segíteni. Hát, először is én sokat gondolkoztam, és utána néztem a Beatles tagjainak. ugye a fölállások a következőek, ugye John Lennon, Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney és Pete Best között vacillálok. És mivel ugye a Beatles-t nagyon jó ismerem, köztük John Lennont is. A Ringo Starr azért nem lehetett, mert ő azt hiszem lehet, hogy a második dobos volt, én úgy emlékszem. A Slough Sutcliffe-ről viszont ő nem hiszem, hogy ő lehetett volna dobos, mert őről
nem nézném ki, hogy ütők lennének a kezében. Az biztos, hogy a frontember az viszont Paul McCartney volt. Tehát az tuti biztos. Tuti biztos, hogy Paul McCartney volt. Azt mondod, lehangzott egy olyan szó, hogy... És nekem valahogy a Pity Best, a Pity Bestről nézném ki, mint hogyha... Tehát most elképzelném Pity Bestet ott a dob mögött, ütővel a kezébe, tehát ütővel a kezébe, és akkor elkezdi így ütni a dobot. Tehát a dobszereket. Én azt mondom, hogy a Pity Beast 100%-osan. Akkor kérem, sajtos Márkó. Úgyhogy hajrá, Viszonti. Hálasztát! Elfogadjuk? Persze. Akkor jelöljük. Reméljük, hogy Matthew igazán a segítségünk fog. És így van, ott a nagy tap. És mi volt egy közönséget segítséget. Na! Mivel jövök, Matthew? Mivel jövök? Na most nem szólalhat, most Matthew most nem szólalhat sajnos. Na nézzük a 3 milliós kérdést. Melyik növény kifőzött és besűrített edve a medvecukor? A. Cukorspárga, B. édesgyökér, C. Cukorrépa, D. cukornád. És nem pöcs. Így melyik növény kifőzött és besűrített edve a medvecukor? Én a nézőknek elmondom, ez egy podcast live-ból szedett mondat volt. Csak erre ennyit akartam mondani. Szóval, melyik növény kifőzött és besűrített medve? Mm-hmm. Medve cukor. Cukorspárga, édes gyökér, cukor, édes cukornál. Bazd meg. Keverik a hányások. Növény kifőzött és besűrített. Medve, melyik növénynek a izé, még növényből kifőzik és sűrített. De az nem kivonat az? Hát, hogy kifőzött és besűrített, az nem a kivonat? Jó kérdés. És már csak egy segítségünk maradt, ugye? Így van, a közönség. Kibosz. Ha szeretnéd ökkérni, akkor ökkérhetjük még őket. Ha úgy látod. Nem úgy látom. Még maradjanak a seggükön. Várjál csak. Édes gyökér. 3 cukoros van. Spárga, a répa, a nád és egy édes gyökér. Medvecukor. Én szerintem a cukorspárgát, meg a cukorrépát bizár. Akkor édes csak én meg a cukornád van, aha! Jó kérdés, azt is, hogy még összehasonlom, melyik a kettőt tudod nyerni. Cukornád vagy édes gyökér? Hát a cukornád az izéből van, nem? Ami a Minecraftban is van, ott tudod, az a... cukornál. Hát egyetlen, az abból lesz egy papír, egy cukor lesz, de 3 okok meg mit járt ez belőle. De nem, védes, aki én sem. Nem ez egy cukor, csak aztán... Nekem nagyon gyanús a B, hogy az lesz szerintem, hogy az édes gyökér. Szerintem. És azt mondod, hogy nem cukornád? Hát... szerintem nem. Egyet mondod? Megjelhetjük, hogy kérsz a közösséget? Menjünk rá! Akkor jelöljük a B-t! Most. Nem tudom most így. Hoppá! Misikém! Remélem most... ez az! 3 millió misikém, ez az! Mert tovább 5 millió! Hány PC-t tudok ebből venni? Gamer PC-t. Hát ebben sokat. 3 millióból. De igen, ez egy 3 milliós, olyan kurva PC-t összeszem. Igen, engem is megvertsz vele.
Na, melyik város püspöke volt Szent Miklós, akit a Mikulással azonosít? A. Hippó, B. Antiochia, C. Bizánc, D. Míra. Hippó, Hippó. Hát nem, abba takarítanak föl, Hippóval? Nem, az két Péter. Szegény, meg már megész videóval, annyit fog röhögni. Hallom, már úgy röhög, basz meg. Nyugodtan röhögjetek, nyugodtan. A Hippó az biztos nem szerintem, hogy betakarítanak. Antilop vagy mi? Antiochhely? Nem bírom kinyögni. Tehát szerintem az A-t meg a B-t az kizáll. Akkor van a Bizánc meg a Míra. Bizánc meg a Míra maradt. Ja. Bizánc vagy Míra? Az a baj, hogy Szent Miklóst azt ismerem. Szent Mikit. Ismerem, de ő nem viselt izé piros vastag kabátot, meg hatalmas nagy fehér szakállat. Szent Miklós? Igen. Vagy volt fehér szakállat? Hát ez jó kérdés. Járt karácsonykor? Bizánc. Nekem az a... Nagyon ismerős nekem, vagy nekem így... Janus nekem ez a D. Így ne... Ez, hogy Míra. Nyilván lehet, hogy a... Vagy az lehet, nem tudom. Akkor nagyon a D felé Nagyon a D felé osorok. Bizánc az szerintem ez... nem szerintem, hogy hát egy város püspöke. Ja, hogy ezek városok? Ilyen ókori városok. Jó, hát a Hippóról tényleg azt hittem, hogy valami takarító lél lesz. Nem, az két... Úgyhogy ezt a kettőt kizárom most így, a fejemből. És marad a Míra, meg mi marad a... Bizánc. De szerintem a Bizánc se lesz az. Nagyon hajtok most a Mírára. D. D. Add ide a Didit. Akkor jelöljük a D-t. Na nézzük! Add ide a Didit. D vagy a Bizánc. Ide adta a Didit! Hol van? Oké, Misi, hát akkor megyünk a 10 millióhoz megint. Nagyon jó. Hát, nem biztos, hogy lehet ide. Ide adta a Didit! Nézzük azt a 10 millió kérdést. Hány köbmétert jelent a tengeri hajók térfogat egysége a regiszter tonna? A 63,16, B 9, C 2,83, D 15,5. Tehát hány köbmétert jelent a tengeri hajók térfogat egysége a regiszter tonna? Térfogat egysége? Hány köbméter? Igen. Tengeri hajó. Ó, bazd meg, bajban vagyok. Van még egy segítség. Várja. Ja. Várja, hogy hány köbmétert jelent a tengeri hajók térfogat egysége a regiszter tonna? Matekban soha nem voltam jó, basszus. Az a helyzet. Várja. Közönséget nagyon nem akarok elhasználni. Nem volt, te jó, te
Várja. Nem adom fel! Ilyenkor pedig azt érzem, hogy utána nézni, de nem lehet, de nem lehet. A fejem beköldögyön. 9 az szerintem nem. 9 az szerintem nem. Meg szerintem a D sem. 15 és fél sem. A kettő között van szállalapost az A meg a C-nél. Lehet, hogy ebből cici lősz ki, tudja? Nem tudom, de... Hát... Hát... Várj, 63,10. Várj. Nagyon nem hiszem, nem, most nagyon nem hiszek ebben a... Ó-ban sem. Lehet, hogy ebből cici lősz. Cicit mondod? Cseng! Meg is előhegy, vagy közönség? Közel járok. Cici! Akkor jelöljük a cicit, akkor jelöljük. Jól látom, cici! Most már minden jó, hogy jól látom, mondtam is, igen. Na nézzük, lesz mondtam, a cici. Az igen! 10 millió! Hoppá! Hát de nem is néztem utána egyáltalán. Tippeltem mi? Én csak tippeltem tényleg. Na nézzük a 20 milliót, Misikémet, közel, hogy a fő. Adjatok egy bincit komolyan, mindjárt beszarok. Megtöltve a golflabdor 1850 előtt. Olajjal A, tollal B, C, babszemekkel, D, homokkal. Golflabdát, mivel töltött meg? Golflabda? 1850 előtt. Tehát a 18. és 19. század. Azt hiszem. Mit töltöttek meg, vagy mivel volt olajjal, tollal, babszemekkel, homokkal? Homokkal! Várja. Hát azt nem tudod, hogy utána, hogy töltötték meg? Annyi segítség nem lehet. Hát most elállul, nem előtte, utána. Olajjal, tollal, babszemekkel, vagy homokkal. Várjál. Nagyon szoros most nekem ez a gondolkodás, kérem szépen már, de... Még ott van a közönsége, még azt még kérheted még is, kém. Hát ha azt mondja, hogy nem az, akkor mi a fasz csinálom? A közönség azt ha tudja jobban, mint te. Olajjal, tollal, babszemekkel. Hát tollal szerintem biztos nem, mert az izé. Jó, nem, tyúktollból veszik ki. Szerintem... Várja. Gondolkoznom kell, de nagyon... Cool. Mondjál,
zárnál ki? Eddig kizártam a tollat. Azon kívül mit zárnál még ki? Tehát a tollat az kizár. Hát figyelj, közönség. Akkor kérjük szépen a közönség segítségét, ugyanis hát Mizsgék úgy elakadt, mint a lárka. Na, az beszoltál. A kérdés... Igen, hát ez a kérdés az volt, hogy ugye az ötöték meg, és hát... elég szoros ám a izé, 29% azt mondja, hogy olajjal. 27 a tollat szavazott, 24 a babszemekkel, és 20 az homokkal. Elszoros lesz. Hát, Misikém? Azt mondja, a legtöbb, hogy olajja? Hát 29%, de 27 még a tollat is beszavazná. Hát ezek szerint, én azt mondom, hogy a szavazást nézzük, hogy ott a C-t meg a D-t, azt kizárnák a szavazók, azt mondják. Hát de hogy ez, várjál, ez 1850 előtt. Igen. Az úr régen lehetett az. Annyit ezt egy puskával elállok én neked, de ezt nem mondom, annyit mondok, hogy még egészen ez a golf játék, ez a Krisztus időszámítások előtt 80-as évek, 80-ig nyúlik vissza, tehát ez még... Már az ókorban is ez már játék volt labda, tehát annyit segítés, ilyen... előtt? Melyen? Mondd még egyszer lassabb. 84 nyúlik vissza ennek a történelme, amúgy ennek az egész golfos dolognak. Tekerek 84? Tehát Krisztus időszámítása előtt. Krisztus előtt 84-ben? És ezeket, római császárok egy Paganica nevű játékot játszottak, egy hajlított bot segítségével, puha... Valamilyen labda, és ez volt golflabda, valamilyen labdával. Várja még egyszer. Labdával. Milyen lab? Az labda meg volt töltve, de mivel töltötték meg? Hát... Annyi látunk, amit tudunk segíteni, hogy a C meg a D, az ki, azt szerintem azt... Azt már elve kirejtett, van az A meg a B. Tehát első, amit ki akartál zárni, azért gondold át még egyszer, biztos gondolod-e már. Hogy hát körülött volna hát, gondolni. Tehát hogy vagy, akkor vagy az olajjal, vagy a tollal? A mi es, ez a kettő, ami marad. És mit mondtál te az előbb? Hát ugye ez hogy, már hogy, nem, hogy a Krisztus előtt faszomság, vagy mi 83, vagy micsoda. Paganica nevű játékot játszott. Hajlított bot segítségével is, hát amilyen puha töltött labdával, és hát a golflabda. Puha? Igen, puha és töltött, sőt, ez a golflabda. Nem nyálkás. Csúszós. Azt nem segítettem. Puha? Hát egy puha valami, és ez valamilyen töltött labda. Tehát azt keresünk, hogy mivel töltötték meg. A 19. századnak a közepéig. Várja. Toll. Hát akkor mégis a toll lenne. Szerintem. Azért most meg annyi kezdünk el gondolkozni, mert... Még mások is szeretnék játszani ám. Ezért van még egy kérdés. Az utolsó még ott van. Most baszom el, szerinted. De hogyha úgy érzed, hogy nagyon elakadtál, akkor meg is állhatsz ám, ott van egy gyengé. Nem állok meg, biztos. Tudod, Mikó? Várjál. Gondolkodok.
vagy olaj, vagy toll. Ez a kettő marad. Tehát Krisztus előtt 83-ban használták 84-ig vissza. 84. 80-ig. 80-ig, akkor volt hangosabba. Csüket vagy? Szegény rendjú, ugye, ez a válasz, ez három, ez azt jelenti. Nem, már megfullad a röhögésbe biztos. Várja. Biztos előtt 80. Odáig nyúl vissza. Nagyon gyanús vagy nekem a toll. Hajjon a toll felé hajlunk, Siké. Majd még... Még gondolkozom még kicsit. Még lehet, hogy gondolkozok. De most már nem kezdje gondolkozni, mert ez az idő is tetik ám, tudod, ugye Misikém? Jó van, akárhogy tökön szúrhatja magát Vágúr, én akkor is gondolkozok. Egész tudni, már mondom, egy filmet szok szeretném már nézni. Mit csoda? Már egy filmet szok szeretném. Egy percet, mert döntsem, melyik A vagy B, egy percet adok még. És ilyen fontos az a film, nekem meg fontos a 40 millám, akkor is! Hát... Már az ideg rendszeremmel játszik maga. 45 másodpercet. Hát, mindig... Na most már kicsit gondosabban gondolkodjunk, mert ott vagyok a 40 millió, azt is kell még nézni. Vagy ki lehet szállni akár, hogyha úgy érzi. Nehoz! Szállom, biztos nem szállom ki. Na akkor tol felé hajlunk, akkor mennyi a nagyon bizonytalan, és nagyon biztos, hogy tolra hajlasz? Misikém. Olaj vagy tol. De már kezdtél már. De még lesz, de még nem tudjuk, biztos az. Na. Lehet, hogy mégse kellett volna kizárni a tollat? Ezek szerint? Na, most már gondolkozzunk. Most már most vagy olaj vagy toll, na, melyik egy előnyem, gyerünk. Mert tényleg van az ideg egyszeremben játszik. De... Sike? Szerintem mondjuk a közönségre. Az már volt. Ja? Lehet, hogy megyek a szavára. Az átagadva jelölni, azt mondod. Én szerintem. Biztos, hogy te babba? Na várjál még akkor. Mire várja? Na, segítek, na, picit a kózó, csak segítek. De tényleg most már az utolsót segítem. Hogy ez a, amit keresünk, vagy ez a izé, amit most mi keresünk, vagy van egy olyan, hogy tollas hajtására. Tollas hajtására? És ez a gömb átmérője legfeljebb 11,5 cm volt, jóval nagyobb, mint a skót változat. És még annyit tudok még segíteni, mindjárt keresem azt a mondatot, de találtani hasonlók. Na, más európai országok hasonló játékot játszottak, és az amerikai gyarmatokon már 1657-ben Hollandiától eltérően játszottak. Bár a sport európai korai fejlődése során különféle fa, elefántcsont lent, és még fémkúlyokat is kipróbáltak a toll választott labda. Na, úgyhogy én szerintem... Mondasz rá. Szerintem mivel tölthették meg?
És akkor 50 után pedig akkor gondolod, hogy olajjal? Hát nem tudom, ütötették meg. Akkor B. Akkor biztos? Spán... Tényleg biztos? Akkor nincs válasz. Akkor jelöljük. Menjem! Már annyira elálltam ezt a 20 milliót, és már a utolsó kérdésnél nem fog segíteni. És ez neked tudós, aki gondolod. Na nézzük az utolsó, tényleg. Sikerült! Szerinted? Szerinted? Miért nem szóltatok? Azt meg! Szóra! Mi a fa? Na nézzük az utolsó eldöntendő kérdés következik. Melyik? Hemingway mű jelent meg csak a szerző halála után. A folyókon át a fák közé, búcsú a fegyverektől, vándorünnep, fiesta. És nem fog ebben most már segíteni. Bazd meg! Ez most már ezért, elkezdtük ott, nem fog segíteni, aztán meg... Szóval folyón állt a fák közé, búcsú a fegyverektől, vándor ünnep, hogy fiesta. Tehát, hogy Hemingway... mű. Várjál, most konkrétan az Hemingway volt a neve? Milyen Hemingway? Hemingway, úgy hívják, Heming. De... Hey, Hemingway. De aki csinálta ezt a műt. Ugye a szerző az ki pontosan? Annyi segítség lehet? Majd pontosan tudom ki a szerzője. Hát de annyi segítség lehet? Hát nem? Hát milyen segítséget gondoltál? Hát hogy a Hemingway mű. Adok cserébe csukkit, hogy a segít. Zé. Várja. Hemingway. Hemingway. Ez mi? Nálam sem volt. Na mindegy, nem is ez volt. Ez a... Várja. Melyik Hemingway mű jelent meg csak a szerző halála után? Na, annyit tudok segíteni neked, hogy már a 60-as évek, 62 környékén már akkor már elment a... Hát akkor már nem ért már, és akkor az életokhoz már nem ért már. 62? Mert az 62-ben már olyan... Egy angolos ízét adott. Angolos? Mi volt a... Nem, azt nem akkor megmondani, mert az csak izé. Na, annyit segítek, hogy angolul ez úgy szól ez a mű... Movable Feast. Még egyszer? Ez egy 64-es mű. Még egyszer? Nem mondom, egyszer elmondtam már. Hát de nem értettem. Nem, akkor is ilyen mi? Hát akkor süket legyek, vagy mi? Movable Feast. Azt adtak ki, hogy 1964-ben én segítek neked. Még egyszer? Nem buszkázunk. Hát de most, nem azért, nem csak most... Istenem, komolyan az ember! Puskázni akarsz, mi? Nem! Már nézem közben, és közben gozdíszik visszük fel, Misi pont nézem a live-ját. Nem, csak visszanézem. Szia Tibi, csak visszaírok valakinek. Nem, puskázzon, arra is ráhírok. Na,
Annyit tudok segíteni neked, hogy egy 64-es műről beszélünk. Angol az a címe, angol címe, a Movavő Feast. Movavő? Movable Feast. Mivel? Nem érted? Movable Feast. F-fel. Feast, a vége a Feast, és Movable. Move a b l e 64-es műrő. Move a b l e Feast. Hát igen. Az nagyon, nagyon furdal engem a D. Akkor. Szerintem. A Fiesta felé? Az a baj, hogy nincs segítségem, baszd. Hát ez a baj, hogy már nincs, én is. Én sem akarok itt már besegíteni, mert az a baj, ez 40 milliós kérés, ez már nagyon. Nem fogadt tőlem egy sajtot, hogy segít nekem. Elfogadt tőlem egy sajtot, hogy segít nekem. Ez kevés lesz az a baj, mert ezek egy kicsit dolgok sok segíteni. És sajtos kenyérrel? Annyit tudok segíteni, hogy már 62-ben már az már... olyan, hogy Hemingway, The Weird Years. Az 62-ben adta ki, aztán jött a következő 64-ben, amit az angol címe Movable Feast. De a Movable Feast azt magyarul hogy hangzik? De ezt a választ keres. Movable Feast. Movable Feast. Ennek kell megtalálni, hogy mit, magyarul az mit is jelent. Most mi az izé, magyarul? Move oble. Így van. És az azért, hogy van egy ilyesmi, tudni, hogy 1960. július 2-án tel. De szerintem... Move up le fees. Azt kell megtudni, hogy magyarul az mit is, hogy mi a magyar... Mi a magyar fordítása. Gáz. Gáz nem kell, de piszkosul. Úgy érzem, Matthewnak ez egy hosszú videó lesz majd. Hát most... mondjuk. Hát, valamint el kell kezdenünk jelölni lassan, vagy lehetőség van megállni. De úgy állok, most biztos nem állok, tudod mikor. Nem leszek a sajtos kenyérre való. Hát csak az a baj, hogy rossz, hogy először akkor meg csak másfél minút nyerni. Meg én nem tudom mi igaz, mindig az, én valamit hallottam egy súgást, és egész jó válaszol hallottam a súgást, de... Nem mondom semmit. Efki mondta. Mit mondtál, Tibi? Semmit. Azt, hogy valahogy hallottam egy csúgás még az előtt, csak azt pont nem hallottam, csak most hiszem, hogy valaki súgott is. Már állítok segíteni, hogy már 61-ben meghújt, 62-ben adtak ki az első prózai munkáját, ez a Hemingway, de Weird Years, aztán 64-ben jött ez a Movable Feast. De Movable Feast, ez magyarul az mi? Ezt a választ keressük.
Hát akkor az a 64-es kell, az... 64-es keres. Pont az a Movable Feast, de ugye az annak a magyar nevű. Hát nem? Van, hát... így van. Szerinted akkor... Szerinted akkor az... Hát, hogy akkor magyarán a szerző halála után, ugye az utolsó könyvet, nem? Az nem az utolsó, mert 98 volt még egy izéje. 98-ban? 2008 volt még egy utolsó izéje. 2008 vagy 98? Dönts már el, more! Most süket! Most Marismus 2008! Hát basz! Istenem, komolyan! Jaj! De mikor volt meg ez a Hemingway? 1961-ben. 61. Idegelni a végét, ami? Én téged idegellek? Hát a bal. Ne rögjé. Akkor is meg lesz, bozd meg. Hát ez egy leges, legnehezebb. Movable Feast. Igen. Jaj, more. De mit mondtál 2008-ban? Mit mondtál? Akkor volt egy legesek utolsó helyet, akkor adták ki az On Paris-t. Milyen partiszt vagy mi van? On Paris. On vagy von vagy non? On Paris. Paris. De az a 2008-as, tehát még nem 2008-as, hanem 64, meg mondjuk vissza 1964-ig. Tehát mi azt keressük. Most már kiközárjam a D-t szerintem, most már zárok ki. D az biztos van, szerintem a B sem. B maga B az nem. Na, annyit segítek, amit kizártál, itt zártál ki D-t meg a B-t. D meg a B, igen. Annyit segítek, hogy a búcsú a fegyvert, amit kizártál, az még, ő írta még meg 1929-ben, a Fiestát meg még azért 1926-ban írta. Jó, haladok akkor? Akkor. Á, meg a C marad előre, egy segítek te most már. Már nem mondhatod a folyónál, a fák közénél, hogy melyik év. Azt már nem mondhatom meg. Meg a Vándorinnek meg sem. A Vándorit már nézd be, elmondtam. Az 64-es. De hogy a folyókon át a fák közé, az mikor írhat... A búcsú a fegyverektől az melyik év? Azt már elmondtam, 29-ben írta, amaz, hogy 26 a Fiestát. 29. Igen, 29 az megedte 26. Tehát van a folyókon átívelősíti, folyón át a fák közé, meg a Vándori. Ja nem, de Vándori nem, jól mondom, ez a kettő maradt. 29. Az egyik az íródott még, lehet, hogy egyiket megíródott, de még nem tudjuk, hogy most melyik hogy. De a másik az már halála után írozott meg. Hát, én nem is tudom. A vagy a C.
én nekem nagyon gyanús, hogy az előbb íródott az a, hogy ment a folyókon át a fák közé. Nekem az hát nagyon gyanús, hogy előrébb íródott, mint hogyha a vándor ünnep. Hát akkor azt mondod, hogy az A még az akkor még oda tartozik, és akkor azt mondod, hogy a vándor ünnep. Na, 10-ig ki akarom húzni. Nem, én még szeretném idegenni vágónak az idegen. Nem. De, szeretném. Nem. Nyugodtan nem, mondjad, Matthew, nyugodtan. Mondjam ki. Én egyetben most mondanám ki, mert aztán még ketten még vállalkozok játékra is még. Várjatok. Puska, figyellek! Csak írogattak, mit izé? Nem puskázod, azt sem, hogy írogattam, hallgatom. Asszonynak írtál? Igen! Na várja, most térjünk vissza tényleg. Mert ne azon gyanakodok tényleg, hogy a folyón át a fák között hamarabb íródott, mint hogy a másik, a C. Én nagyon azon gyanakszok. Vágúr! Én nagyon azon izélök. A C felé? Most hol vagyunk? Na ez is süket. Nem hallottam. Hát akkor ne halljon. Mondjad még egyszer. Hogy mondom! Na jó, most megpróbálom halkabban. Az A felé. Na, a C felé. Cicinél húzódok, mint hogyha az A nem. Én szerintem a folyónátok megközi nekem annyira gyanús lenne, mint hogyha az hamarabb íródott volna, szerintem. Még amikor még élt, szerintem akkor írhatta. Még azt is. De várj, egyet keresd, már utána íródott. Tehát azt mondod, hogy a C, az már utána íródott. A halála után. Itt az A, azt mondod. Szerintem. Ott a C felé hajlasz még mindig. Igen. Most már tényleg, akkor mögeljük a C-t? Biztosra vagy? Várjál még, nagyon még számítógép, még ne a véglegesen jön, még várjunk, mi is a választatok, most akkor maradhat a C. Vagy hova mondjuk. Hát figyelj, sajtos vágó úr, István Tibor, figyeljen ide. Magunk között szólva. Most, hogyha bebukom ezt a kérdést, és hogyha tényleg nem az a cél az. Akkor... De hogyha megnyerem... És tényleg először is, hogyha megnyerem, és hogy tényleg a cél lesz. Akkor... Igen? Akkor én követelőzök. Ügyben? Annyi sajtos kenyeret, mint amennyi a nyereményem lesz. De hogyha... Ha ezt bebukom, és mégis az A lesz, akkor én magát úgy fogom segbe rúgni, mint annak rendje. És ezt akkor halálosan, komolyan mondom. De ha megnyerem. Most a döntse el, megegyenlőjük meg most a miskét. Megegyenlőjük meg most már tényleg, mert van utolsó. Utolsó szavak. Tényleg, és köszönöm, hogy tényleg, hogyha mégis megnyerem, megköszönöm a segítségét, és Proxynek is, meg a Matthewnek is, mindenkinek, hogy itt volt, és a gépen lévő felezőnek, telefonnak, és a kozonsegnek, a segítségét. És én nagy tiszteletre méltó módon megmondom önnek, hogy a folyón át a fák közé az még a halála előtt megíródott, mint a cici, vagy mint a C. C-t, megjelentjük, akkor meg is segítjük a C-t. Úgyhogy akkor végleges. Ennyi. Tényleg előjje meg. Ott baszoljuk meg. Nézzük. Baszdok. Hát tényleg? Most mit tartok? Nem tetszett.
Kimchi! Elmehetek kiverni? Ja, mi? Hú, bazd meg. Na, és így megért a 40 milliót. Azt, amit én hát köszönöm szépen. Na, akkor viszont megért a 40 milliót. Hát akkor köszönjük a lehetőséget. És talán a játékosoknak meg jó játékot kívánunk. A sajtos kenyere múlva. Az majd egyszer lesz. Ez az. Na, viszontlátásra. Én is köszöntök mindenkit, nyalom a heréiteket, itt. Hát a vágó Mihály itt van köztetek. És most pedig én következő áldozata vagyok ennek a műsorvezetésnek most ebben a részben, vagy hát ennek a videónak a ennek részében most én leszek a vágó Mihály, és most Mátét választottam, azaz Matthew-t, mint játékosnak, úgyhogy hello, mehetünk. Hello, hello, felbuttok én is, hogy üdvözletek mindenkit. Fölkészültem a játékra. Úgyhogy nosza, legyél te is, mint mindig, mindenhol, milliárdos, vagy milliómos, vagy hogy mondják. Kösz szépen. Na. Hát ez a gépezet beadja nekünk. Lehet, hogy már a forró. Na, hogyan nevezik gúnyosan a maffia fiatalembert? Nagy szájú? Málé szájú? Vagy micsoda? Ja, málé szájú. Csókos szájú vagy édes szájú? Ez a négy válasz. Hát azt mondja, hogy... Hát várjunk csak, mafflát kell nézni. Mafla fiatal ember. Gondolom, úgy kéne nézni ezt, hogy ugye nagy pofájút kell keresni, akinek nagy a pofája. Nekem. Nekem nagy a pofám. Hát... Édes szájúról nem nézném ki, hogy az... mafla lenne igazából. Igazából, tehát az kiállítja. Kiejtem rögvest. Melyiket ejtett? Az édes szájút. Édes szájú? Édes szájú, mert az, azt nem hinném, hogy... tehát egy mafla fiatalember miért gúnyolja azt, hogy édes szájú. Tehát valószínűleg valami gúnyosabb viselkedése, mert hogy a gúnyos az gondolom viselkedés szempontjából kell nézni. Igen. A csókos szájú, hát azt leginkább egy olyan emberre mondanám, aki hát leginkább úgy, hát most úgy egy, hát nem is tudom, fiatal gyerekre mondanám azt. Hát nagy szájú vagy málé szájú, meg néz ki. Igen. És ráadásul mafla fiatal emberről van szó. Most, ha én mafla búnyos fiatal ember lennék, tehát most beleképzelném magamat emellé a mafla fiatal embernek a helyére, akkor én vajon nagy szájú lennék, vagy málész? Ja, igen, és mondom közben, hogy három segítség van, és Gerard Tibitől, sajtos kegyetlenül, a Rockstar segítséget. Én kicsit bizonytalan vagyok a kettő között, és szeretnék rögtön befelezni a válaszokat. Elfelezni? Igen. Akkor a számítógéptől vegyen el két rossz választ. Így! Hát igen.
nagy szájú nem lehetett, mert az gondolom kicsit furcsa lenne, de szerintem inkább a málé szájú lenne. Lenne az, hogyha jelöljük be a B-t. Akkor a géptől kérjük a B választ a jelölni. És pontosan a málé szájú, mert ugye a D-de szájú az más. Igen, az leginkább ilyen... Fura. Másfél kérdés, 10 000 ér. Mit neveztek Magyarországon magisztrátusnak? Magisztrátusnak. Van még 4 lehetőség. Kettő, igen. Ajjaj. Miért neveztek volna városi hivatalt? Városi hivatal. Mert most én most kerestem rá egyébként, hogy a tudományos dolgozatért a jelöltnek, vagy hát igen, ugye magisztrátust ítél oda az egyetem. A magisztrátus után doktori címet szeretne elérni a fiatal kutató. Történelmi régi és heti helyi hatóság egy város vezető testülete. A magisztrátus adót szed a lakosságtól. A magisztrátus ítélkezik a polgárok ügyében. Ez ugye a városi hivatal. Városi hivatal. Van még 2 körülött. És akkor még 2 élet van. Úgyhogy... Menjünk, essünk neki. Essünk neki. Folytassa a mondást, madarat tolláról, embert, munkájáról, ruhájáról, barátjáról, családjáról. Yeah.
római császár, vagy diákok.
egészség? Mióta volt Kojak? Na várja, gyorsan rákeresek. Igen, a Teli Savalasról rákerestem, és a filmek és tévéműsoroknál, ott a Kojaknál ott van, hogy 73 és 78. Aha. Igen. Igen. De akkor jól mondtam, hogy akkor Kojak tartozik. 91 közé tartozik. Akkor van, igen, gondol, igen. Jól gondoltam, igen. Egy élet! Na nézzük. Egy apró élet. Mit csinál az, aki egy bizonyos dolgot feltűnően eldúloz, elveti a csúlykot, gerebbét, kalapácsot vagy a fakanalat? Gerebbje a sejt.
és vigyel téged a címében. Nagyon-nagyon végjáték. Most, hogyha beleszólok, hogy beleszólok, beszélek, de hogy... És hogy nem mutatod, hogy a szomszédban egy zöld, de egy kettő az ott van. Azt jól mondom. Igen. De egy, virág, egy bizonyos virág nevét. Egy film. Azt gondolom, hogy az ilyen tüskés. Tüskés. Akkor gondolom, akkor várjál. Már nincs csak olyan kell keresni, ami tüskés. Tehát nem annyira tüskés, hanem inkább, ha úgy nézzük, akkor... Igen. Akkor valami fát kell keresni. Hol fele?
Dalma mögött. Az olyan... és azt hiszem ilyen lime színű, zöld színű. Azt tudom, hogy a level az ikkeg. Nem az ikkeg. Nem. Nagyon nem tűzés. Csányú? De. Mondom neked, ez a film, ez a neve, ez Kaktusz virága. És ebben mondom, hogy című filmben a főhőse az az aglegény volt. Ez a Julian Wilson, aki kiváló orvos volt, és retteg a házasságtól. Aha. Akkor gondolom a fenyőben volt a szomszédője mindig zöldebb. Igen. Uh-huh. És ez a neve, ugye ez a bizonyos... Kaktusz virága. Ez a címe úgy volt, hogy a Kaktusz virága. Hát, három élet az elszállt, úgyhogy... Hát ez... Hát ez... Igen, érdekes. Hát igen, legalább megpróbáltad, úgyhogy... úgyhogy akkor hát... Hát ez nem erre számítottam. Én Hát én se gondoltam, de hát igen, de azért... De jó, tényleg, úgyhogy... Azért hát... ez... Odavert. Úgyhogy hát akkor... Csak az, hogy nullába vagyok. Hát... Okay. Ja. Húhú. Úgyhogy akkor átadjam a helyet, vagy akkor... Na. Úgyhogy akkor átadom a helyet, és akkor én köszöntem, hogy lehettem műsorvezető. Úgyhogy akkor... A képernyőn látható telefonszámomat is megláthatjátok, úgyhogy a figyelmet köszöntöm szépen, úgyhogy legyetek jók, viszontlátásra! Na és akkor már itt is vagyok, és már itt van a játékos székben a Roxy, bizony. Úgyhogy Roxikám, akkor fölkészültél? Hát, a mégazat igaz, hogy fölkészültem. Na akkor legyél te is mindig most. Ja. Na nézzük. Az első kérdés következik 5000 forintért. Na. Hogy nevezik újosan a művészetetnek tudományos nőt? Fehér szoknya, kék harisnya, piros kabát vagy zöld. Hát az én megfogtam, úgyhogy ha lehet, akkor a műszaki uhat, ilyen segítség. Már elsőre, Jézusom. Na, akkor mondod. Érszoknya,
de most csak segítség vagyok, hogyha egyetért a Roxy. Hát a még... Igen. Én a B-t mondom. Őszintébe tudjunk már nyomba belekotyáskedő. Kudályokos nő a B. Én csak a B-t. De a betű. Legyen akkor a B. Azt mondom. Az állításra. Megjelöljük a B-t. Na nézzük. Ja. És igen, valóban kényel is jelentenezték azt a nőt, aki belekeskedett. A második kérdés nézze jön. Kiket neveznek zöldeknek a Hát, hogy az állításunk azokra a környezet, akkor a környezet védőket mondjuk szépen. Egészen biztos. Hát, hallom, persze ezt a védők. Aha. Hát a szentás mi van? És valóban, tényleg, mert hogy a környezet védőket, a harmadik kérdés következik 25 ezer. Na? Mi született egyszer régen az Irkában Zell Zoltán verse szerint? Mint a panci, a panci, a paca. Az ákombán. Te megfogtál, hát a közönség. Hát én azt mondom, hogy lehetett a közönség segít kéne mondani. Akkor legyen a zákon báka. Mondom. Van B-re hajadnék. Hát ha az állításom igaz, akkor... Ja. Hát
akkor sok feltettek a műszi tartott kenyerek. Igen? Tartott kenyerek. Közben tartom a mesélő szajtosznak, hogy szólítottam. Hát az egységes. Hát ha a messzire szajtott kenyérnek igaza van, akkor én is, akkor a P-t választom. Sok szempontkál. Aha. Hát szerintem a D-re hajazok. Minden úgy. Tudod? Kémiai. Kémiai. D az nem. A D meg a... Az A, a T, meg a B, nem lehet, akkor mi van, nem más, mint a B lesz az. Tehát azt mondod, ha az állik át. Tehát azt mondod, hogy kéne. Aha. Az állítás. Biztos. Szállítjuk. Mert hogy ugye Knokoli Tégel Miklós az viszont csillagász volt. Tehát csillagokat vizsgált az égen. Hát igen. Még akkor jön a következő menet. Menet. Erről tényleg, hogy jó. Nézzük. Na nézzük akkor. Még nem adod fel. Még... Hát, ha nyersz vagy valamit. Na nézzük. Kettő napon van mindig. Nézzük. 5000 forint. Forintért jön az első kérdés. Ami így szól. Ki jelenik meg, ha szóba hozzák?
az állítás... az ünnekezett szamár. Az lesz az, ha az állításunk az is szamár, és nem tudjuk ki. Hát ha megint nem csak, hát ha mint a nyolc, még mind a nyolcas hetben, ha nem tudod, hogy minket kaptam, akkor a cserépa lesz. Persze. Nem. Mert hogy az írka egy papírból készült füzet. Füzet, és hát ezt úgy nevezték, tehát ezért nevezték ugye írka füzetnek. Utolsó élet következik. Na nézzük. Köszönöm, hogy az utolsó életemet nem fogom messzülni. Na nézzük. Hogy nevezik a tréfáson? A zajosan tolongó nagy ember tömeget. Szerintem... Ha nem tudom kibázni, akkor a D lesz az, vagy a C. Aha. Ja. Szerintem a B lesz, De a D-ről biztosan hallottam. Szóval jelöljük meg a B-t. Ha az ágyás igaz és nem csal. Hanem sikeres utolsó életem. Vallásos.
Hát... Hát az elmeszegű öllet. Nem. Szerintem a válláshoz lesz az, ami minden igaz. És ha nem lesz itt az utolsó jutott. Tehát akkor már tudom a hát még szép. Úgy nem értem nekem a szemét. Nem. Pedig ott voltál mellette. Ott voltál mellette. Mert hogy Reni most egy ellenszegülő, tehát egy ellenszenves ember, embernek nevezik. Ellenszenves. Tehát ellenszenves. Akkor ez a fényi bukta. Hát. Elúszott sajnos. De a lényeg az, hogy megpróbáltam. De a lényeg az, hogy megpróbáltad. Igen. Hát igen. Ja. Legalábbis próbálni kell. Na, mi van? Veszted? Próbálni kell. Sajnos. Na, köszönöm szépen a játékot. Megrögzítjék. És köszönöm a játékot. Na, és már itt is vagyunk a végével. Hát, gyerekök. Itt egyedül, ha úgy nézzük, akkor... Hát sajnos szegény Roxikám elbukta ezt a három életesdit, vagy két életesdit. De életem szóval. Viszont az jó kérdés, hogy Tibiként te mennyit nyertél? Majd nem lett volna 100 000-em, de hát ez sem. Nem lett volna 100 000, igen. Hát eddig úgy néz ki, hogy Misuti az, aki nagyon-nagyon töretlen, mert hogy hát másodszorra meglett a 40 misie. Úgyhogy... Hol a sajtos kenyerem? Akkor meghelyezzük szintbe jutottál a döntőbe. Hát vagy legfeljebb döntőbe. Meglett a végeredmény. Na gyerekek, hát köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ebben a mai videóban. Hol a sajtos kenyerem? Yep. Majd vasárnap megkapod postán. Okis. Úgyhogy... várom, Tibi, várom. Ennyi volt mára. Mára ez a legyős milliómos részünk. Remélem élveztétek. Hát össze lesz ez rakva mit ne mondjak. Tehát jó hosszúnak nézünk elébe. Úgyhogy... Köszönöm, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett nektek ez a videó, illetve az előző videó is tetszett nektek, akkor dobjatok egy lájkot. Leírásban egy csomó linket megtaláltok. Hát nagyon-nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek. És mindenkinek jó köznapot kívánok. Köznap. Úgyhogy, na akkor vigyázzatok magatokra, ott akkor következő videóban találkozunk. Ja. Úgyhogy, sziasztok. Minden jót nektek. Sziasztok. Bocsánat. Köszönöm éppen a szót, Mr. Matthew, Mr. Vágó Matthew! Köszönöm szépen Mr. Matthew, Mike! Jó, azt tölött ki? Ezt van tölött! Úgyhogy Tibiként tároljuk már föl, hogy milyen szabályokkal készültünk ma este így
a legyen ön is milliómos terében. Ez mi volt? Ez újra lesz. Jó, ez...